Köszöntöm nézőinket! Azt hiszem, hogy a felropatent név itt szűke pátriánkban ismerősen cseng, de már mondhatom, hogy rég-rég túllépte a város Tolna megye határait a cég híre, sőt, mi több, a közelmúltban azt mondhatom, hogy megjött a talán mondhatni hétköznapi sikerek mellett egy másfajta siker is. A Ferropatent az év vállalkozása lett. Az igazgató urat köszöntöm, Szabó Sándort, sok szeretettel. Hát talán először beszéljünk erről az elismerésről, és aztán majd utána egy kicsit ismerjük meg a cég történetét is. Köszönöm szépen, hogy köszöntetek. Hát én azt mondanám, hogy az elismerés, amit ugye társaságunk, illetve jó magam kaptam, ez egy tényleg olyan továbbiakban kihívás, olyan erőt adott nekünk. Pontosabban, ha elmondhatnám az előzményeket, ugye a VOSZ helyi vezetői megkerestek körülbelül egy hónapja, másfél hónapja, hogy mit szólok hozzá, hogy erre a díjra, erre a kitüntetésre javasolnak. Először meglepődtem, és nem is tudtam úgy felmérni, utólag, mikor gondolkodtam, hogy micsoda elismerés ez, hogy országosan egy országos vállalkozást így, vagy egy embert díjaznak. És miután egy-két hét elteltével ez bebizonyosodott, hogy engem jelölnek, illetve meg is kapom, nagyon megörültem, és úgy gondolom, hogy ez egy vállalkozásunknak egy 11 éve működő acélkereskedelem, illetve most már két lábon állunk, egy más vállalkozásunk is van, egy elismerése annak, hogy itt szűkebb kis Tolna megyékben mit teszünk, mit csinálunk, és hát azt hiszem, hogy jó csináljuk, és szeretnénk továbbra is jó csinálni, és hát ez még egy további erőt ad nekünk abból, hogy legalább ilyen gazdaságosan dolgozzunk. Mikor volt a díjátadás és hol? A díjátadás Budapesten 11-en volt, 13 órakor kaptuk a Kis Péter kancellárminisztertől, ami 59-en kaptuk Magyarországon, a Tolna megyéből ketten kaptuk, jó magam, illetve a Márkus István helyi vállalkozó. Azt hiszem, hogy a Ferropatent vállalkozás, ugye említettük, hogy műsor előtt beszélgettünk néhány szót, hogy azért ez az acélkereskedelem, szóval gondolom ez elég nehéz terület volt itt Tolna megyén belül, nem biztos, hogy olyan nagy a felvevő piaca, de aztán persze az az ügyes, aki megtalálja a lehetőségeket, és hát ugye beszélgettünk sportéletről is, sok mindenhol megjelentek önök, sőt, mi több, én azt mondom, hogy nagyon érdekes volt az önök megjelenése, mert azt hiszem, hogy az az arculat, amit kifelé mutattak, az úgy mindenkinek szembetűnő volt, hogy megjegyeztük az épületet, megjegyeztük azt, hogy önök vannak és léteznek. Hogyan emlékszik vissza erre a 11 évre? Mennyire volt egyszerű megmaradni, mennyire volt egyszerű ilyen szintre fejleszteni a vállalkozást? Hát ez nagyon jó kérdés, és erre sokat tudnák erről beszélni, de úgy szűken összefoglalva, ugye jó magam már ebben az acélkereskedelemben 26 éve benne vagyok. És ez a 26 évben, mondhatom büszkén, hogy van 26 éves vevőnk is. Akkor népboltnál, állami szektoroknál voltunk, és jött mindig utánunk a kedves vevő. Elhatároztuk mi 11 éve, hogy nem az állami szektorban dolgozunk, hanem magánszektorban létesítünk egy Kft-t, ami a Ferropatent névet adta meg. És azt hiszem, hogy jó elképzelés volt, mert láttam benne olyant, hogy magamban is éreztem olyan vállalkozási szempontot, hogy érdemes vállalkozni, és ugye Szekszárdon először egy béreltelephelyen próbáltuk el, összejünk úgy alakult, hogy 120 millió, 360 millió, 600 millió, és így fölfele évek során ment fel a forgalmunk, és úgy éreztük, hogy ebben érdemes telepet vásárolni, telepet vásároltunk. Én azt hiszem, hogy Tolna megyére, hogy tetszett, nyilván tudni kell, hogy mit akar. Mi a vállalkozásunkat úgy raktunk, egy kis gyufáskatula. Szép. Azt kell mondani, hogy voltak, hogy vannak, meg kell oldani, és